November 30-án jár le az a határidő, ameddig a magyar kormány tiltakozhatna az ellen a elképesztően veszélyes intézkedés ellen, ami arról szól, hogy a WHO, tehát az egészségügyi világszervezet úgynevezett egészségügyi szabályzatát módosítani fogják. Ez az úgynevezett IHR módosítás, ami többek között rendelkezik arról is, hogy olyan jogokat ad a WHO, tehát az egészségügyi világszervezet, és annak vezetője a korábbi marxista, terrorista politikus Tedros Adhanom Ghebreyesus kezébe, ami a magyar emberek egészségügyi önrendelkezését veszélyezteti, tulajdonképpen Magyarország szuverenitását veszélyezteti. Része ennek a módosításnak az a digitális oltási igazolvány is, amely meggátolhatja a jövőben akár az oltatlan, kifejezetten COVID-oltásokkal kapcsolatban, mondom, oltatlan magyar állampolgárok szabad mozgását, utazását, vagy akár a munkavállalását. Mi ezt rendkívül veszélyesnek tartjuk, és különösen álságosnak, hogy akkor, amikor a kormány szuverenitás védelemről beszél, akkor nem emeli fel a szavát ez ellen, a WHO-t érintő módosítás ellen. Ezért a Mi Hazánk mozgalom újra, most már nem először, felszólítja a kormányt, hogy tiltakozzon a módosítás ellen, és hosszú hetek, hónapok óta folytatjuk azt az akciónkat, amelynek része az aláírásgyűjtés is. Több tízezer aláírást gyűjtöttünk össze, tehát mutatja azt, hogy komoly társadalmi támogatottsága van annak, hogy a magyar kormány védje meg a magyarok adatait, védje meg a magyarok szuverenitását, és egészen elképesztőnek és megdöbbentőnek tartjuk, hogy a kormány többszöri felszólításunk ellenére még mindig hallgat ebben az ügyben. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely felemeli a szavát a WHO diktatórikus követeléseivel szemben, és a pandémia szerződés megakadályozását várjuk el a magyar kormánytól, mert az olyan mértékben csorbítja az emberi szabadságot és a nemzeti szuverenitást, amelyre a korábbiakban még nem volt példa. Ennek újabb mérföldkövéhez érkezünk el november 30-ával, ameddig lehet jelezni a WHO egészségügyi szabályzatának elutasítását, és azt várjuk el a magyar kormánytól, hogy Magyarország éljen ezzel a lehetőséggel. Ha elfogadják ezt a szabályzatot, akkor a WHO főigazgatója hatáskört kap arra, amelynek keretében bárhol járványügyi veszélyhelyzetet hirdet, valamint a digitális vakcina útleveleket is megkövetelhet a WHO. Ha elfogadják ezt a módosítást, akkor a WHO olyan kezelési protokollokat is írhat elő, amelyeket kötelezően végre kell hajtani a nemzetállamoknak, és több más tekintetben is utasíthatja a nemzetállamokat. Hogyha ez az egész procedúra tovább folytatódik, amelynek része volt a szeptemberi ENSZ közgyűlésen az első dokumentumnak az elfogadása, második része ez a november 30-án esedékes elfogadás, illetve jövő májusban a konkrét pandémia szerződésnek az elfogadása, akkor a WHO arra is felhatalmazást kap, hogy megváltoztassa a nemzeti államok, a nemzeti kormányok által hozott egészségügyi döntéseket, illetve arra is, hogy a nemzeti egészségügyi erőforrások felett rendelkezzen. Ez olyan szuverenitás csorbítást jelent a nemzetállamoknak és Magyarországnak is köztük, ami nem elfogadható a Mi Hazánk mozgalom szerint. A külföldi, illetve a globalista szervezetekkel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke SMS-ben és telefonon bonyolította le 1,8 milliárd COVID vakcina beszerzését az Európai Unióban, ezért semmiféle felelősségre vonás nem történt, a vizsgálatot lezárták, és a Fidesz európai parlamenti képviselői sem léptek fel azért, hogy ez a felelősségre vonás megtörténjen, sőt, most úgy plakátolják tele az országot Ursula von der Leyen arcképével, hogy ők is támogatták az Európai Bizottsági elnöki tisztségébe való megválasztás akkor, sőt, a Fidesz képviselői nélkül nem is választhatták volna meg ebbe a tisztségbe. Azt várjuk el a kormánytól, hogy változtassa meg az eddigi politikáját, amely a globalisták kiszolgálását szólt, és álljon a magyar emberek mellé. A WHO főigazgatójának személye kapcsán hasonló a kormánynak a politikája sajnos. Szijjártó Péter többször a barátjának nevezte
Tedros Ghebreyesust, aki egy marxista terrorista szervezetnek volt a harmadik embere. Ezt a szervezetet egyébként az Egyesült Államokban hivatalosan is terrorszervezetté nyilvánították, és a WHO főigazgatója ellen nemzetközi bíróságon eljárás folyik. Ennek ellenére Szijjártó Péter, ahogy említettem, barátjának nevezte, és azt mondta, hogy a magyar kormány teljes mértékben a WHO előírásának és javaslatainak megfelelően jár el, így volt ez a Covid-dal kapcsolatban is, illetve októberben a WHO egyik európai központjának létrehozását jelentette be Magyarországon Szijjártó Péter, a mi hazánk ezt teljes mértékben elutasítja, és a magyar emberek szabadságának elárulásának tartjuk.